Rendőrségi nyomjelölések az aszfalton a zebra közepén. Nagymányokon sodort el egy autós egy 81 éves helyi asszonyt. Az áldozatnak akkor úgy tűnt nem esett baja, a sofőr kiszállt és fel is segítette őt. A nőnek viszont később fájdalmai lettek. Később, amikor a nőnek fájdalmai jelentkeztek, akkor fordult orvoshoz, és ekkor kezdték el kollégáim az ügyben a vizsgálatot. A férfi elismerte, hogy elütötte a nőt. Felborult autó az árokban, Regőj térségében egy előzés során történt a baleset. Itt szintén könnyebben sérült meg egy közlekedő, a sofőr volt az. De nem csak a járművek, a villanyoszlopok is szép számmal törtek össze az elmúlt napokban Tolna vármegyében. Összesen hármat döntöttek ki az óvatlan vezetők. Szekszárdon pedig egy ittas férfi okozott szerencsétlenséget. Egy gépkocsi vezetője először egy autónak, majd több fának is nekiütközött, ezután az autóból kiszállt és futva távozott a helyszínről. A rendelkezésre álló személy leírás alapján kollégáink az autó tulajdonosát felkutatták, aki a lakásán tartózkodott, nem emlékezett arra, hogy balesetet okozott volna, viszont mivel a szondát nem volt hajlandó megfújni, kollégáink előállították őt mintavételre. Ezek mellett egy másik részegsofőrt is elfogtak a rendőrök. Ő olyan sokat ivott, hogy a szonda megfújását követően bűncselekmény elkövetése miatt indítottak ellene eljárást.